Újra hamisítatlan piaci hangulat uralkodik a Bonyhádi Pásártéren. A koronavírus járvány beköszöntekor Filóné Ferenc Ibolya polgármester úgy döntött, bezáratja a teret, segítve ezzel a védekezést. Akkor a városi vezetés úgy döntött, több elárusító helyet jelöl majd ki, hozzájárulva ezzel, hogy a kistermelők árui eljussanak a fogyasztókhoz. A vírusveszély visszaszorulása idején újabb döntés született. Május 5-től a várospiac nyitvatartásáról és rendjéről szóló rendelet módosításra került, hiszen változott a koronavírus járványban a helyzet is, ezért ugyan újra nyitott a piac, de korlátozásokkal. A korlátozás lényege az, hogy a veszélyhelyzet fennálltáig kizárólag csak élelmiszer, mezőgazdasági eredetű termékeket lehet a piacon forgalmazni, így van ez még most is, hiszen a parlament előtt van az a törvény, amelyet, hogyha elfogad, akkor várható, a június 20-ától szűnik meg a veszélyhelyzet Magyarországon. Ezért ez a rendelet eddig életben lesz. Tehát június 20-a követően változhat a jelenlegi rend a Bonyhádi piacon. Csak hogy a piac rendjét szabályzó önkormányzati rendelet már régen túlhaladta a felnőtt korhatárát. Így hát, mondja a város polgármestere, épp ideje újra tárgyalni. A kérdés csak az, hogy a helyiek milyen jellegű bevásárlóhelyet szeretnének, a régi inkább a vásárokat idézőt, vagy a jelenlegi zöldségpiacot. Hát mondjuk a bolha piac annak az embernek jó, aki valamit ott keres. De viszont nekünk egyszerű háziasszonyoknak a zöldségpiac mindig előnyösebb. Vegyessen! Hát szerintem ez jó. Most jó így. Hát, hogyha betegek leszünk, akkor lehet variálni megint, nem? A régi bolha piaca sokkal jobb volt. Itt rengetegen jönnek be környékről, és nem a Tesco-ba akarnak vásárolni, hanem olcsóbb dolgokat is szeretnének venni, és sokkal jobb volt. Nekem megfelel ez, mert én inkább itt vásároltam, nem a bolha piacon. Látszik, a vásárlók véleménye megoszlik. Éppen ezért döntött úgy a város vezetése, kérdéseket intéz a lakókhoz. Amikor már a testület is üléshezhet, várhatóan ez már a június végén megtörténik, napirenddel tűzzük ennek a piacnak, piaci rendeletnek a módosítását és felülvizsgálatát. Szerintem itt az ideje annak, hogy akkor ezzel együtt volt az ötlet, hogy kérdezzük meg a lakosság véleményét, hogy hogyan változtassuk ezt a rendeletet, hiszen vannak választott képviselők, akik a testületben erről szavazhatnak, de akkor tudunk körültekintő és jó döntést hozni az itt élők érdekében, hogyha ismerjük a lakosság véleményét. Ezért egy felhívással fordultunk a lakosság felé, egy nagyon rövid, néhány kérdésből álló kérdőívet juttattunk el hozzájuk, hogy a véleményüket megkérdezzük. Szavazhatnak arról, hogy minden maradjon a régiben, hogyha a veszélyhelyzet elmúlik, akkor utána ugyanúgy álljon vissza az a rend, ami volt, és a zöldség és gyümölcspiac árusítása és termékek árusítása mellett újra lehessen az a régi bolhapiacos ruhaneműk és mindenféle egyéb termékeknek az árusítása egy időben, kedden és pénteken a zöldség-gyümölcs árusítással, vagy maradjon az a helyzet, ami most van, hiszen most kedden és pénteken kizárólag ezek a termékek forgalmazhatók, mint ahogy említettem, vagy van egy céllehetőség is, hogy legyen egyéb árusítás, lehessen újra ruhaneműket és egyéb termékeket vásárolni, csak más időpontban, ugyanezen a helyszínen. Erről nyilváníthatnak véleményt a bonyhádiak, erről várjuk az ő véleményüket, itt a piacon is le lehet adni a szavazatokat, illetve a városházán. A jövő heti két piacnapon is várják a szavazatokat, és le lehet adni ezeket a polgármesteri hivatalban is egészen június 17-ig. Ezt követően az eredmény ismeretében terjeszti majd be a polgármesteri javaslatát a következő önkormányzati ülés elé. Mindenki megteheti tehát észrevételeit és elmondhatja véleményét a kérdésről a szavazatával, hogy ezután kiderüljön, milyen piacon szeretnének vásárolni a jövőben a bonyhádiak.